Berekfürdőben tartotta meg éves gyűlését a Református Egyházközösség képviselete. A részletekről nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest kérdeztük. Üdvözlöm nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes urat! Az elmúlt napokban került megrendezésre Berekfürdőben egy neves esemény, meséljen nekünk erről. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Valóban, mint ahogyan a tanévet lezártuk, úgy a közgyűléssel, az egyházmegyei közgyűléssel egy mögöttünk lévő esztendőt zártunk le, illetve az a sajátossága van, hogy 12 hónapban gondolkodunk, és mindig nyáron van, mindig júniusban, illetve hát júliusban van a 12 hónapos lezárás. Ez azt jelenti, hogy 36 gyülekezetnek, 20 intézménynek, olyan 31 néhány ezer reformátusnak a dolgát 12 hónapnyi intervallumot ilyenkor lezárunk, értékelünk, elvégezzük azt a munkát, ami a statisztikai összehasonlítás, a számszaki összehasonlítás kérdése, tehát vannak előadói jelentések, gazdasági jelentések, illetve demográfiai jelentések. Magyarul egységben gondolkodunk, mi akiknek azért mind a szituációja, mind pedig a lehetőségei nagyon különbözőek. Egy pár érdekesség. Olyan egyházmegye vagyunk, amely 50 települést foglal magába, és az 50 település 3 politikai megyéhez tartozik. Önmagában egy komoly kihívás ezt összehozni, hogy az a gyülekezet, amely Békés megyéhez tartozik, de a Nagykunsági Egyház megyében van, az hogyan tud integrálódni. Ahogyan a Bács-Kiskun megyéhez tartozó településünk gyülekezete nem tud automatikusan úgy mozogni, mint az összes többi a Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Szóval ilyen jellegű feladatot végeztünk el. 100 küldött volt, 100 fölött volt a küldöttek száma. Egy demokratikusan alulról fölfelé építkező rendszer a miénk, a református egyháznak a rendszere. Ez azt jelenti, hogy minden gyülekezetnek van küldött állítási joga. Eldönti a gyülekezet mérete, intézményeinek a száma, és így a 2-től a 11-ig van a küldötteknek a száma az egyházmegyén belül, és ennek a vezető testülete az, aminek az élén vagyok. Tehát tulajdonképpen egy ilyen egymással és az eredményeinkkel való szembesülés történt. Ezen az alkalmon díjak átadására is került sor. Mondjunk erről is néhány mondatot. Ez hozzátartozik az elszámoláshoz. Ha jól csináljuk a dolgainkat, akkor szembesülnünk kell azzal, hogy mi az, ami nem volt eredményes. Ki kell küszöbölni a típushibákat, de értelemszerűen legalább annyira fontos kiemelni azokat, akik viszont megfelelő módon és valami többet hozzáadva végezték el a munkájukat. Ezt mi két téren különösen is fontosnak tartjuk. Az egyik az oktatás. A köznevelés terén az egyházmegyénk nagyon erős. Ez azt jelenti, hogy 4500 diákunk van, ami azt gondolom, hogy elég komoly számnak minősül, és a másik pedig a szociális ellátó rendszer. Itt elmondható, hogy az egyházmegyénk az nem a legelső között van, de egy jó erős a tiszántúli egyház kerületben. És mind a két irányból nagyon komoly, mind szakmai, mind pedig fenntartói munkát végeznek a lelkészek, illetve a munkatársak. És ilyenkor ezt jutalmazzuk. A Nagykunsági Református Pedagógiai Díj, illetve a Nagykunsági Református Diakóniai Díj, ez a két díj, amit összesen 5-öt adtunk át, 3 pedagógiai díjat 2 lelkésznek és 1 tanárnak, illetve 2 diakóniait 2 lelkésznek. Ez azt jelenti, hogy a Nagykunsági Egyház megyében most jelen pillanat szerint az összes intézményt fenntartó lelkész munkája közül 2 megérdemelték azt, hogy olyan módon segítették az iskolájukat, olyan módon álltak az iskola mögé, vagy éppen kezdtek el egy olyan fejlesztést, óvodabővítés, vagy éppen egy bölcsőde alapítás,
amire azt mondhatjuk, hogy példaértékű, és tessék követni. De azt tudni kell, hogy a lelkészek önmagában a fizetésükben semmiféle plusz juttatást nem kapnak azért. Ők, amit csinálnak, intézmény fenntartást, azt jó lélekkel, szívvel és jó derűvel végzik, és ellenszolgáltatás nélkül. Tulajdonképpen ez a lehetőség, hogy egy kicsit kompenzáljuk.